Azt hiszem, hogy van valami összefüggés az időjárás és a forgatnivaló hajlandóságom között, ugyanis nem véletlenül maradt ki múlt héten egyrészt. Nagyon rossz idő volt, és semmiképpen nem volt kimozdulni, nem is csináltam sok mindent, viszont most akkor pótoljuk ezt. Most nem Londonból jelentkezek, hanem innen Manchesterből. Ez itt Manchester, én pedig Milán vagyok. Manchester a második legnépesebb város, és a harmadik leglátogatottabb London és Edinburgh után. Manchester már a római időben is lakott volt, innen ered a neve is a Mancinium szóból, illetve a Mancinium is a Caster szóból, ami tábort jelent. Itt a rómaiak egy idéglenes tábort húztak fel, ami később fonttos kereskedelmi és ipari központtá vált. A klímájáról elmondhatjuk, hogy igencsak nedves, ez pedig kedvezett a textilgyáraknak, akik ide költöztek az ipari forradalom idején. Akkor építették a városházát is, ami egy emblematikus pontja a városnak. Az óváros nagy része az angol polgárháború és a második világháborús bombázások alatt szinte teljesen megsebesült. Szerencsére ez a LOL kivétel a városháza, ami egész jól néz ki. Manchester legmagasabb pontja a Beacon torony, 168 méter magas, ezzel Európa legmagasabb lakóépülete, ugyanis itt ebben még laknak is. Az eredeti 168 helyet 171 méteresre tervezték, de a széllökések miatt ezt át kellett építeni. Nem tudom, hogy ez a 3 méter mennyit számít, de ezek szerint sokat. Manchester mindemellett zenei és kulturális központ is. Olyan nagy zenekarokat adott a világnak, mint a Harsó, a Joy Division vagy a New Order. Persze ott van még a Happy Mondays, vagy az Oasis, esetleg a Stone Roses. A szállásodom David minket kajálni a Masons-be, ahol dolgozik, aminek a különlegessége, hogy a szabad kőművesek manchesteri székháza. De sokan is jó volt. Sokkal többet el lehetne mondani Manchesterről, de sajnos kevés időt volt, ami és már be is sötétedett, úgyhogy most itt lezárom ezt az utat. Legközelebb találkozunk Londonban.